Köszöntöm kedves nézőinket az Újpesti Közéleti Televízió horgász műsorában. A hosszú téli hónapok után, amikor nem nagyon láthattunk halat, most végre egy igazi horgászversenyre jöttünk ide az Ordas tavakra. Watching all of those other happy guys hooking up while I felt only pain. When out of nowhere came the prettiest flash of red and gold, a finer set of spots has never swum. And when she swallowed my line, I knew she wasn't just another fish in the sea. Oh, finally I had found my home. Little Miss Cutthroat, you're the queen of my driftboat. You swam into my life today, straight out of the blue. Little Miss Cutthroat, my Yellowstone dreamboat. More than just my fly is hooked on you. I had visions of love and a gazing into each other's eyes. Walking in the rain, hand in fin. She was pulling my heartstrings. I figured she was just playing hard to get. And soon enough we'd both be falling in. Ah, little Miss Cutthroat, you're the queen of my drift boat. You swam into my life today, straight out of the blue. Little Miss Cutthroat, my Yellowstone dream. My fly is hooked on you. Horgász műsorunkban ez az idei első verseny. Milyen verseny zajlik itt éppen? Jelenleg egy meccsbotos ponyfogó kupát láthatnak a kedves nézők. Ez egy abszolút baráti kezdeményezés. A Budapesti Keleti Horgászbolt jóvoltjából és a Budapesti Keleti Horgászboltnak a támogatásával egy baráti közösségként egy 9 fordulós horgászversenyt szervezünk idén egészen most márciustól november hónapig. Igazán ennek az a jelentősége, hogy milyen mindenki szeret valahova tartozni, egy olyan baráti közösséget hozzunk létre, ahol a horgászok folyamatosan találkozhatnak egymással. Ismerjük ezeket a történeteket, hogy kinek mekkora, tehát itt megmutathatja egy úszós készséggel, ugye szemes csalival etetve, hogy mire képes. Hát a mai nap egy kicsit ugye feltámadt a szél, de azért szépen mozog a hal, úgyhogy érdekes lesz egy órakor a történetnek a vége, hogy ki fogja nyerni a két szektorra bontott horgászkupát, de úgy gondolom, hogy az elkövetkező hónapokban mindenféle horgásznemnek biztosítunk lehetőséget, tehát a fédereseknek, pilkereseknek, pergeti horgászoknak, hogy bizonyítsanak. Milyen vizeket választanak ehhez a sorozathoz? Hát elsősorban úgy gondolom, hogy a Budapest környéki horgászvizekre fogjuk ezeket a horgászkupákat az elérhetőség szempontjából és a megközelítés szempontjából helyezni, hiszen igazán tényleg az a célunk, hogy most már az webes felületeket és a Facebookos felületeket felhasználva, hogy ezek a horgászok egymással kommunikálhassanak fórumokon keresztül, szakíróktól, szakértőktől, horgászboltoktól, horgászszergyártóktól információkat nyerjenek, kapcsolatokat keressenek, barátságukat hozzanak létre. Megmutathassuk nekik, hogy a piacon megjelenő újdonságokat, hogy egy-egy horgászmódszer hova fejlődik, milyen furcsaságok, érdekességek, újdonságok vannak ebben, és hogy ezekben a horgászkupákban megteremtsük annak a lehetőségét, hogy találkozzanak egymással, kipróbálják, megsóoktassák, feltegyék, feltűzzék, megszúrják, megízleljék, stb. Kiszínezzék, és használják ezeket a piaci érdekességeket. Milyennek tartja itt az Ordas tavakat? Ez egy szívbéli kérdés, mert az Ordastavak számomra, én a közelben lakom, ez egy ilyen szívbéli gyönyörűség. Én úgy gondolom, hogy maga az Ordastavak egy olyan fajta családi tulajdonban lévő intenzív kezelési horgászvíz, ami a tisztaságával, a fegyelmezettségével, a rendszeretetével, a szolgáltatás színvonalával, én úgy gondolom, hogy kimagasló az országban. Tehát mindenkinek csak, minden érdek nélkül mindenkinek csak javasolni tudom. Milyen a halállománya itt a tónak ön szerint? Hát ugye, hogyha körbefordul a kamera, akkor ilyen több tavat is látunk ugye ebben a területi egységben. Itt igazán ugye van egy másfél hektáros öreg tónak nevezett patkó alakú tó, ahol ilyen 3 kilótól 15 kilóig tokok, pontyok, amúrok vannak benne.
Tehát igazán azoknak a meccsbotos horgászok, vagy rakósbotos horgászoknak javaslom, akik szeretik azt, hogy mondjuk a nap végére nem érzik a kezüket a fárasztásoktól, de igazán az egész pici gyermekeknek és az egész pihenni vágyóknak is, vagy pihenni vágyó családoknak is csak javasolni tudom, hiszen itt van keszeges tó, van VIP tó, ahol ilyen 20 kilós halakat lehet fogni, van külön harcsás tó, tehát mindenki megtalálhatja magának azt, amit leginkább szeretne. Percek múlva véget ér a verseny, megvan már a legnagyobb hal? Hát ez most igen kérdéses, mert itt az utolsó fél órában is születtek fogások, úgyhogy számomra is egyszerűen talánya kimenetele. Mekkora mennyiséggel esélyes az első helyre jelen pillanatban a horgász? Mi a több horgászversenyt szerveztünk már ezen a tavon, jobban mondva, hogy az üzemeltető tulajdonos. Én ebben már láttam 60 kiló körüli eredményeket, volt olyan versenyünk össze, ugye 30 kiló körüli eredménnyel nyerték meg. Jelen pillanatban úgy látom, hogy a időjárási frontnak és a szélnek köszönhetően valaki szerintem ilyen 15-20 kiló körül kell, hogy fogjon ahhoz, hogy megnyeresse a szektorunkénti versenyt. I'll take down your fishing pole and meet me at the fishing hole. We may not get a bite all day, but don't you rush away. What a great place to rest your bones, and mighty fine for skipping stones. You feel fresh as a lemonade sitting in the shade. Whether it's hot, whether it's cool, oh, what a spot for whistling like a fool. A szeles idő, az időjárási front nem eredményezett mázsás fogásokat az egyébként nagy halakban gazdag tavakon. A második szektor győztese a verseny legnagyobb halát, egy 8,5 kilós pontyot is kifogó versenyző lett. Önnek a kettes szektor győztese, sikerült jó helyet választani? Szerintem igen, elég jó szélre sikerült húzni, mert ugye a befolyókban, vagy a belső ágban nem nagyon szokott a hal tartózkodni, még ugye hideg vízben itt szokott kint lenni elő, aztán így a szélre sikerült húzni. Valamennyi segített biztos. Milyen módszert alkalmazott? Sima úszós, 2 grammos, nem fix úszóval, fix ólommal, 15-ös előke, 20-as főzsinór, és csontit és glisztát raktam fővegyesen. Mivel etetett? Csontival szintúgy és mikropárlettel. Minden halat sikerült megfogni? Nem, 6-ot akasztottam, 2-t sikerült megfogni, 2 nem szájba volt, azt éreztem is, de az egyből el is ment, és 2 pedig megszakított, mert már türelmetlen voltam a vége felé, hogy sikerüljön nyerni. Az első szektor győztese a verseny legtöbb 27,5 kg halát fogó horgász lett. Ön lett a mai nap legeredményesebb versenyzője. Mivel sikerült ezt elérni? Jó helyet húzott, vagy jó módszere volt? Jó helyet is húztam. Az nagyon lényeges, meg a szerencse. És amúgy pedig hát csontkukaccal javarészt. Egy-két pellettel is próbálkoztam kukoricával, de inkább csontkukaccal. Milyen felszereléssel? Hát úszós felszerelés természetesen. Hát vegyes volt eleinte rakósbottal, majd pedig meccsbottal. Az utolsó 10 darabot azt már meccsbottal fogtam. Gyakran horgászik? Igen. Általában csak hétvégenként, mert csak akkor van időm. Hát meg a szabadságon vagyok akkor természetesen szintén. Ahogy tudok, mindig horgászni járok. Részt fog venni ennek a sorozatnak a többi részében is, ami most indult? Természetesen. Melyik a kedvenc horgász módszere? Az úszózás, meccsbot, rakósbot, ez a kettő. Féderezni is szoktam, de az annyira nem. Én kimondottan úszolni szeretek. It was late last summer, I was floating the river down through town, feeling like my luck would never change. For I'd been so lonely, watching all of those other happy guys hooking up while I felt only pain. When out of nowhere came the prettiest flash of red and gold, a finer set of spots has never swum. And when she swallowed my line, I knew she wasn't just another fish in the sea. Oh, finally I had found my only one. Little Miss Cutthroat, you're the queen of my drift boat. You swam into my life today, straight out of the blue. Little Miss Cutthroat, my Yellowstone.